egyikkel, hogy letegye a javaslatát az országgyűlés asztalára, és ezt követően, amikor már az alapok le lesznek téve, fogja a kormány konkrét kérdések kapcsán az álláspontját kialakítani. Viszont a mondandójával kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmét arra, amit azért elmondott, de a szavaiból nem mindig derült ki, hogy a nemzeti ügyek kérdése, a kérdésében, hogyha egyetértés van, az nem lehet összekeverni a pártügyekkel valóban. És bárkinek van javaslata a nemzetet érintő, mindannyiunkat érintő kérdésekről, akkor azt nem célszerű semmilyen kérdésben kisajátítani. Megjegyzem, a napirend előtti felszólalás kifejezetten a kormánnyal kapcsolatban ad lehetőséget a képviselőknek arra, hogy kérdéseket tegyenek föl. A másik párttal való viszonyában vagy vitájában nem ad lehetőséget arra a másik párt képviselőjének, hogy viszont válaszoljon. Tehát így módon a stílus maga az ember, ön nem járt el korrektül, hiszen tudta, hogy van, aki a megszólítottak közül nem fog tudni erre a kérdésre válaszolni, amit ön felvetett. Tehát a válaszom összegezve az, hogy várjuk az Alkotmány Előkészítő Bizottság munkájának a befejezését, várjuk azokat az alapvetéseket, ami alapján a Magyar Köztársaság alkotmányának előkészítő munkálatai megkezdődnek, és várjuk az ellenzéki pártok aktív együttműködését és komoly javaslatait is ez ügyben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés! Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Selmeci Gabriella, a frakcióvezető helyettes asszony a Fidesz frakcióból, a Nyugdíjak Védelmében címmel. Öné a szó, képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt államtitkár asszony, államtitkár úr, a képviselőtársaim! A Nemzeti Együttműködés kormánya gyors, védelmi döntéseket hozott a nyugdíjak és a pénztártagok védelmében. Igen, a helyzet olyan, hogy lépni kell, és a jövőben is lépni kell majd. Az államnak ugyanis kötelessége megvédeni állampolgárai vagyonát és nyugdíját. Gyorsan kell cselekedni, nehogy egy ilyen Lehman Brothers helyzethez hasonló állapot alakuljon ki, vagyis hirtelen megcsapanjanak, eltűnjenek a befizetések, a nyugdíjforintok a gazdasági válság hatására. Meg kell védeni a most nyugdíjban lévőket, és meg kell védeni a magánnyugdíjpénztártagokat is. A magánnyugdíjpénztártagok vagyonát. Azokét is, akik visszalépnek az állami rendszerbe, és azokét is, akik ott maradnak a magánnyugdíjpénztárban. Az első lépés, hogy átirányítjuk a havi 30 milliárd forintot a nyugdíjbiztosító pénztárhoz az állami rendszerbe. Az átirányítás, mint mondtam, védelmet jelent. Az átirányítás egyenlő a védelemmel. Kiket védünk tehát? Azokat is megvédjük, akik maradnak a magánnyugdíjpénztárban, mert jóváírjuk az ő forintjaikat, és azokat is megvédjük, akik majd visszajönnek az állami nyugdíjrendszerbe, és megvédjük ezt a havi 30 milliárd forintot, hiszen jó kezekbe kerül, az állam garanciát vállal rá, biztonságosan kezeli ezeket a milliárdokat. A következő lépésnek kell lennie majd a kötelező jellegnek a megszüntetése. Hát tisztelt képviselőtársaim, az azért mégsem járja, hogy előírunk kötelezően valamit, azt, hogy a nyugdíjforintokat, a járulékforintokat fizessék be egy magánpénztárba, majd ott gyakorlatilag az történik ezekkel a forintokkal, amit a vagyonkezelők vagy a nyugdíjpénztárak menedzsmentjei akarnak. És hogyha esetleg olvadnak, fogynak ezek a forintok, akkor sem történik semmi. Nincsen semmi probléma. Ezért a kötelező jelleget a következő lépésben meg kell majd szüntetni, és az állampolgárok szabad döntésére kell azt bízni, a maguk józan belátására, hogy hogyan döntenek, mit fognak kezdeni majd ezekkel a járulékforintokkal. Maradnak egy magánnyugdíjpénztárban, vagy visszajönnek az állami nyugdíjpénztárba. Fontos feladatunk minél előbb ezt az egész átlépési rendszert
szabályozni egy törvényben. Én remélem, hogy ez napok, hetek kérdése, hogy a Magyarország gyűlés elé kerül a parlamentben ez a szabályozási törvény, és mindenki további részletes megnyugtató válaszokat fog kapni arra, hogy hogyan fog ez majd történni. Nagyon fontosnak érzem, pontosan az állampolgárok érdekében, hogy legyen egy vizsgálat a magánnyugdíjpénztárakkal szemben, a magánnyugdíjpénztárak működésével kapcsolatosan. Miért van erre szükség? Nem vagyunk senki ellen, de azért azt lássuk be, hogy a magánnyugdíjpénztártagoknak és egyébként a többi állampolgárnak is joga van tudni, hogy mi történt a befizetett forintokkal. Joguk van tudni az embereknek, hogy hova tűnt a tagok pénze. Joguk van tudni, hogy miért ilyen magasak a működési költségek. Erről majd még egy pár szót hadszóljak. Joguk van tudni, hogy mi okozta a nyugdíjpénztárak veszteségeit. És azt hiszem, hogy nagyon sokan kíváncsiak arra is, hogy milyen érdekek alapján akarta a Bajnai kormány, az MSZP kormány a vagyonkezelők kezére játszani ezt a pénzt, ami a magánnyugdíjpénztártagoknak a tulajdona. Emlékeznek, a tavalyi év végén a parlament elé került egy olyan törvény, amely arról szólt, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyona az kerüljön át, immár majd részvénytársaság formájában, a vagyonkezelők tulajdonába. És azok a pénztártagok, akik éveken keresztül fizetik be, kötelező jelleggel ráadásul, mert a törvény kötelezi őket, ezeket a forintokat a magánnyugdíjpénztárakba, azok veszítsék el a tulajdonukat, és legyen ez valamiféle homályos vagyonkezelő társaságoké. Sikerült ezt a törvényt megállítani, hiszen az Alkotmánybíróság visszadobta ezt a törvényt. Önök nyomták meg a gombot, tisztelt szocialista képviselőtársaim. Itt érdekes lenne azt is megnézni, hogy vajon milyen magánérdekek mozogtak akörül, hogy a magánnyugdíjtagok pénztártagok vagyonát átjátszák ezeknek a vagyonkezelőknek. Tisztelt képviselőtársaim, tehát elindult a nyugdíjak, nyugdíjasok és pénztártagok védelme. Kérem ebben az önök támogatását is, és a kormányt pedig biztatjuk ebben a munkájában. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő asszony, tisztelt képviselőtársaim! Megkérek minden felszólaló képviselőtársamat, hogy az adott napirend keretében a címnél maradjon, és kérem, hogy a következő napirendet napirend előtti felszólalásában ne érintse. Ügyrendi felszólalásra jelentkezett Mesterházy Attila képviselő úr. Megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Részben elmondta azt, amit szerettem volna mondani, nem vitatkozva azzal, amiről Selmeci Gabriella beszélt, bár lehetne, de ez nem az ügyrendinek a tartalmához illik, mint hogy az sem, amit ő elmondott. Ami itt elhangzott napirend előtt, az teljes mértékben házszabály ellenes, hiszen döntött a ház arról, hogy napirenden szereplő kérdés a magánnyugdíj pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat TPER 1378-as számon. Ilyen esetben, ilyen tartalommal napirendi előtti hozzászólás nem hangozhat el a házban, és kérem elnök urat, hogy legközelebb erre figyeljen oda. Ha mi magunknak szabtunk szabályokat, akkor érdemes ezt még egy Fidesz által vezetett kormány esetén is betartani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Pontosan ezért jeleztem a felszólalás végén. Még egyszer szeretném rögzíteni, hogy a mai ezzel kapcsolatos vitát lezártnak tekintem. Nincs mód a házszabály szerint további vitára. Kérem, ezt képviselőasszony fogadja el. Nem volt ügyrendi indítvány, képviselőasszony, így nem áll módonban megadni most a szót. Tisztelt országgyűlés, a kormány képviselőjét kérdezem, kíván-e reagálni az elhangzottakra? Igen, megadom a szót Soltész Miklós államtitkár úrnak. Tisztelt országgyűlés, Mesterházy Attila a frakcióvezető úrnak én azt kell mondanom, hogy igaza volt részben. Éppen ezért a válaszunkat az elkövetkezendő vitában fogjuk megadni képviselőasszonynak is. De azért azt szeretném jelezni, hogy
a szocialista képviselők nem igazából ezért hőzöngtek. Önök azért hőzöngtek, mert könnyékig benne vannak ebben az ügyletben, így ezek után nyilván zavarja önöket ez a kérdés. 8 év óta akkora összegeket menekítettek ki ezeken a területeken, hogy én nagyon sajnálom, hogy ebben a közügyben önök nem tudnak velünk együttműködni. Így tisztelt elnök úr, köszönöm a lehetőséget, elállok a válaszadás lehetőségét. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Soron következik a magánnyugdíj pénztári befizetésekhez kapcsolódó módosításokról szóló törvényjavaslat, valamint a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetéséről szóló 2009 évi 130-as törvény módosításáról szóló törvényjavaslat együttes általános vitája lezárásig. A törvényjavaslatokat T/1378, valamint T/1379 számokon kapták készhez a képviselők. A kijelölt bizottságok jelezték, hogy ajánlásaikat szóban terjesztik elő. Most az együttes előterjesztői expozí következik, megadom a szót Cséfalvai Zoltán nemzetgazdasági államtitkár úrnak, a napi rendi pont előadójának. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! A kormány 2010. október 18-án nyújtotta be az országgyűléshez a T1378-as számú a magánnyugdíj pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot, amely a magánnyugdíj pénztári tag után fizetendő 8%-os mértékű tagdíj magánnyugdíj pénztárba történő átutalásának átmeneti felfüggesztését teremti meg. Mivel ez a javaslat és ez a törvény a 2010-es költségvetést is érinti, ezért ehhez kapcsolódóan benyújtásra került a Magyar Köztársaság 2010 évi költségvetéséről szóló, 2009 évi 130-as törvény módosításáról szóló T/1379-es számú törvényjavaslat is. Nos, a javasolt módosítás lényege, hogy 2010 év további, tehát novemberi és decemberi hónapjaiban, továbbá a 2011-es évben a munkavállalói nyugdíjjárulék magánnyugdíj pénztárakban történő átutalása felfüggesztésre kerül, és azzal megegyező járulék fizetés valósul meg a nyugdíjbiztosítási alap részére. A törvény elfogadása esetén a nyugdíjbiztosítási alaphoz 2010-ben az eddig tervezett összegen felül további, mint egy 60 milliárd forint járulékbevétel folyik be, míg 2011-ben a költségvetési hatás mintegy 360 milliárd forintot tesz ki. Tisztelt Ház! Fontos már most hangsúlyozni, hogy a kormány és a magyar állam nem csupán a jelenlegi munkavállalók jövőbeni nyugdíjáért és az ilyen célú megtakarításáért visel felelősséget, hanem a már nyugdíjban lévő idős emberek nyugdíjának kifizetéséért is. A nyugdíjbiztosítási alapba a javaslatnak megfelelően befolyó nyugdíjjárulék, ennek megfelelően teljes egészében a jelenlegi nyugdíjak kifizetésére kerül felhasználásra, a javasolt jogszabálynak megfelelően. Az intézkedéssel biztosítható egyúttal az Európai Unió felé vállalt hiánycél betartása, úgy, hogy a lakossági életszínvonal további csökkentését és a megszorító gazdaságpolitikai káros következményeit elkerüljük. Mindannyian tisztában vagyunk vele, korábban is említettem, Magyarországon mindenki számára, 10 millió magyar állampolgár számára fontos és alapvető érdek, hogy a költségvetés vállalt hiányát erre az évre és a következő évre is tartani tudjuk. Tisztelt Ház! A jelen javaslat nem érinti a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer átalakításának témát.